Nos, üdvözlünk mindenkit, kit érdekel, hogyan is készül nálunk egy kemence. Tulajdonképpen egy hétvégén, bulizás után elhatározásra jutottunk. Ahmed barátunknál kemencét építünk. A munka első része az a bizonyos fal elbontása, amit most végez a kollega. Jókor a kalapácsütésekkel gyorsan ment a munka. Aztán takarítás, és kezdődhet az építés. Ha lehet ilyet mondani, nekünk most ez a karantén kimondottan jókor jött. Így nem kellett neki dolgozni mennie, nekünk pedig volt időnk elvégezni a munkát. És hessék, itt az első építési nap. Betonozás. Tulajdonképpen alapot kellett építeni a kemencének. Ebből a kádból fog elkészülni maga a kemence. Viszont a munkamenet eleje az a sok-sok tégla beépítése. Meg kellett építeni a kemence alját. Erre kerül majd rá a samot, meg a kemence maga. Ketté vágtuk a régi öntött vaskádat, és folytattuk a kemence alapjának az építését. Íme a kész alap, erre épül a kemence. Kezdődhetett az alap föltöltése törmelékkel. Tégla, rengeteg, törött, ócska tégla került az aljába, és erre került az üveg, az összetört üveg. A behelyezett üveg után jöhetett a samott tégla. Ezeket a samott téglákat egy szétszerelt hőtárolós kályhából szedtük ki többnyire. Ezek tartják majd a meleget. Így került be a kád. Ez lesz a kemence váza. Ez samott téglaborítást kap, hogy jól melegen tartsa a belsejét. A samott téglára szigetelés jött. A szigetelésre fólia, mármint alumínium fólia, lezárni. És ezután került rá egy sor tégla. Ezzel a kemence, maga a kemence része elkészül. Felkerült rá a belső ajtó, és kezdődhetett a tűztér építése. A tűzteret nagyméretű régi hagyományos téglából építettük fel, szépen, elegánsan, boltívesre. Úgy, ahogy azt illik. Már egészen kemence formája van a szerkezetnek.
a tulaja nagyon boldog volt. Hú, micsoda sütés lesz itt. Kezdődhetett egy újabb nagy munka, a kémény megépítése, és hát a belső résznek a téglával való szigetelése. Felkerült a külső ajtó is. Nagyon szép külső ajtót kapott. És igen, íme a kémény. Ott virít a kis ház tetején. De szép kémény lett belőle. Nagyon tetszik. Bevakoltuk a kemence házát, elkészült minden fal, aminek el kellett készülnie. Addig, amíg a rőzsekupac a hátra nem megmarad, addig sajnos az ablak is ott marad. De se baj, majd az is eltűnik. Minden falat felépítettünk. Hát, talán már sütögetni is lehet nem sokára, csak nyugodtan kössön meg az anyja. Nos kérem, elkészült a kemence. Kukucskáljunk csak ki a kéményen, kérem. Mindjárt ott van, megvan. Látszik benne a torlószelep is, hogy ne szökhessen ki belőle a meleg. Nagyszerű lett. Gazdája már nem bír magával. Ő már bekészíti mindjárt a tűzifát, ő már szívesen begyújtaná, csak alig lehet leállítani. Várd meg, míg megköt az anyag, addig nem lehet. Pedig a kémény is teljesen elkészült, felkerült rá a dísz, és a gazda megpakolta tűzifával. Tehát ez a tűzifa lesz az, ami először ég a kályhá a kemencében. Nem sokára, még kell neki tán egy-két hét, hogy kiszáradjon, és utána működhet. Nos, így készült el a kemence 3 hét alatt.